mi konferenciánkon, amelyet a Magyarországi és Interparlamentális Unió Magyar Kollégia látogatózata szervezett. Szeretnénk azt a meglevő intenzív, aktív, szoros kapcsolatot, ami Korea és Magyarország között fennáll, ezzel a kis konferenciával is segíteni, erősíteni. Külön tisztelettel köszönöm Köringen, Ingen, Matián, nagykövető a Korea Köztársaság nagykövetét. Köszönöm Köringen, Engyel Mikocs, nagykövető a korábbi szurumi nagykövetünket, országgyűlési képviselőtársaival, a Magyar Kongerei Barátokhozat, Tagjai Veszeti Zoltán és Valamos Béles országgyűlési képviselőtársakat. Külön szeretettel köszöntöm Dr. Szeger Andrát, a Magyar Kongerei Barátokhozat elnökasszonyát, akinek egyúttal köszönöm nagy boldogságát is, mert az élet az úgy alakult, hogy teljesen véletlen mellénapra szervezte a velünk egyébként nagyon szoros partnerségi viszonyban működő Magyar Kollégiai Baráti Társaság a maga rendezvényét, de hát ebből a szerencsétlenségből végtelen egy szerencsé lett, mert így az ő jóvoltából olyan külföldi vendégeket is köszönhetünk a konferencia hallgatóságának soraiban, akik egyébként a nagy országában nagyon sokat tesznek a saját nemzetük és a korai nemzet barátságáért, kapcsolatáért, hogy a jelenlegő külföldi vendégeket is nagy tisztelettel köszöntöm. Köszöntöm a egyetemi hallgatóságot, azokat az egyetemistákat, akik a korai magyar kapcsolatokat szintén a módján erősíti, szolgálják, akik a nyelvet, a kultúrát, a tanulóját ismerik. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ők is itt vannak körülbelül, és köszöntöm azokat a vállalatvezetőket, akik Magyarországon a koreai ipart, a koreai nemzetgazdaságot erősítik, képviselik, és köszöntöm még Csomag Pózes tanszékvezető urat, akinek külön köszönöm, hogy a szervezéshez is hozzájárult, segítette a munkánkat, és egyúttal köszönöm kollégámnak, hogy a mai konferenciát a miniszterelnökség aktív részvételével megszerveztem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégeim, miért tartottuk fontosnak azok úgy, hogy az IPU Magyar-Koreai Barátokhozata intenzív munkáját ilyen formában is nyilvánosság előtt is megjelenítsük, miért tartottuk fontosnak, hogy egy kis konferenciát szervezünk itt a csodálatosan felújított Várkert-bazárban. Azért, mert a magunk szerint módján szeretnék hozzájárulni ahhoz a egyre bővebb, egyre összetettebb, egyre gazdagabb kapcsolatrendszerhez, amely a két országot és a két népet összeköti. Több mint negyed százada vette föl Dél-Korea és Magyarország diplomáciai kapcsolatokat, idén 26 éve, vagy 27 éve, 27 éves évfordulóját ünnepelhetjük a diplomáciai kapcsolatok felvételének. 2019-ben mondjuk a 30. évfordulót ünnepelni, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős és fontos állomás volt a magyar diplomácia történetében, hogy annak idején 27 évvel ezelőtt felvette a két ország egymással a diplomáciai kapcsolatot. Azóta mind a politikai kapcsolatok terén, mind a kulturális kapcsolatok, mind pedig a gazdasági együttműködés terén óriási előrelépéseket tettünk, és azt mondjuk nagyon önöknek, hogy az Orbán kormány 2010-es szerepvállalása óta, 2010-es választási sikerünk óta ez a kapcsolatrendszer még összetettebb és még gazdagabb, még szorosabb lett. Baráti kapcsolatoknál elsősorban a politikai kapcsolatokról kell szólnunk, hiszen az elmúlt évek diplomáciai tevékenysége olyan intenzív volt, hogy soha nem látott találkozók követték és követik egymást. Az elmúlt két évben legmagasabb szintű találkozókat tudtunk mind Szőlban, mind pedig Budapesten lebonyolítani. Gondolom csak arra, hogy Román Viktor miniszterelnök úrját Szőlban, Áder János köztársaságelnök úrját Szőlban is találkozott Parkánk asszonnyal, és nem olyan régen köszönhetjük itt a koreai parlament elnökét. Nagyon fontos
viszont látogatással idén május 7-ét követően fog megtörténni, amikor a Kövér Enikul látogat Szülőba, még az ottani választások előtt viszonozza partnerének a látogatást. Mindezt azt mutatja, hogy a legmagasabb szintű baráti politikai kapcsolatok kiválóan működnek, ebben mind a két ország diplomatáinak nagyon nagy része szerepe van, ezután is köszönök meg. A kulturális kapcsolatok legalább ilyen erősek, legalább ilyen intenzívek, ha csak az elmúlt néhány évnek az eredményére utalok, akkor nagyon büszkén üdvözöltük azt, hogy Budapesten megnyílt a Korai Magyar, vagy Korai Kulturális Intézet. A Korai Kulturális Intézet nagyon gazdag programmal fogadja a korai kulturális nyelv iránt érdeklődőket, sikeresen nyelvtanfolyamaik, sikeresek a kiállításai, a korai képzőművészet, a korai iparművészet, népművészet, gazdag tárháza látható a budai kulturális intézetünkben. Mi magunk az Interparlamentális Unió korai magyar találati tagozatának tagjai is rendszeresen részt veszünk ezeken a programokon. Hosszú évekre nyúlik vissza a korai filmjének a sikere. A korai kortárs filmgyártásnak Magyarországon egész kis közönsége alakult már ki. Minden egyes vetítés az Uránia Filmszínházban, Teltházban zajlik. Ez a két ország közötti kulturális kapcsolatok elmélyítésének nagyon fontos része. Meglepő, de a két ország kapcsolatában különösen fontos szerepet játszott a koreai televíziózásnak a magyarországi bemutatkozása. Itt elsősorban a Palota égköve című tévésorozat váratlan és nagy sikerre tudok utalni. Ez a televíziós sorozat remélhetőleg további nagy sikerű korai sorozatok magyarországi bemutatását fogja magával hozni, hiszen nagykövet uralmája igen már tárgyaltunk, szinkron stúdió vezetőkkel és televíziós vezetőkkel dolgozunk azon, hogy újabb televíziós sorozatokat ismerjen meg a magyar közönség, remélhetőleg olyan sikert fog ezt hozni, mint amilyen sikert a Palota égköve című sorozat hozott. Ki kell emelnem a Magyar Korai Baráti Társaságnak a működését. Szent Landa elnökasszony által vezetett szervezet, azt gondolom, hogy mind az itthoni, mind a szülői szoborállítások révén nagyon sokat hozzátesz a kulturális kapcsolatokhoz, és természetesen az egyetem tevékenységét, Csuma Mózes tevékenységét is nagyra tartjuk, mert azt gondolom, hogy enélkül nem lenne teljes, ennek említésé nélkül nem lenne teljes a kép, és ha már itt van körülben, Lengyel Miklós nagykövetőt egy előadást is fog tartani. Az ő pár évvel ezelőtt megjelent könyve is közelebb hozta Koreát, a koreai mindennapokat, hétköznapokat, Korea kultúráját, gazdagságát a magyar közönséghez. A gazdasági kapcsolatok azt gondolom, hogy sikere, azt gondolom, hogy közismert. Magyarországon számos korai nagyvállalat van jelen, méghozzá ilyen komoly effektek. A mai előadók között is köszönhetjük a Hankook Tire igazgatóját, Mr. Lee-t, aki nem sokára be fogja mutatni a vállalatnak a működését és sikereit. Én azt mondom, képviselőt az elsősorban van hely. Mr. Zatit, a képviselőt is köszöntöm, aki szintén a baráti tagozat tagja. Tehát Mr. Lee be fogja mutatni a Hankook Tire-nek a működését, mint az egyik legnagyobb befektetés, amely az elmúlt években Magyarországon korai tőkével megvalósult, és az egyik legnagyobb siker a magyar ipar elmúlt évekbeli történetében is. De rajtuk kívül jelen van Magyarországon nagyon intenzíven a Samsung vállalat jelenlegi vezetőjét is tisztelettel köszöntöm. Különösen fontos számunkra a KDB banknak a jelenléte, azok az intenzív kapcsolatok, amelyek a KDB banknak köszönhetőek. És hát természetesen, mint meg kell említenem, az LG, a jelentős kereskedelmi háttérrel rendelkező magyar autókereskedelemben fontos részt kihasító Hyundai, jó pár más kisebb és nagyobb vállalatot említhetnék, akik egyébként nagyon komolyan járnak hozzá a magyar GDP-hez.
irányvezetőnkkel szeretnénk rámutatni, aminek kapcsán nagykövetővel már számos kísérletet tettünk erődjével, és lengyel nagykövető is számos kísérletet tett ez a közvetlen légijáratnak a hiánya, ami nagyon nagy mértékben tudna hozzájárulni mind a kereskedelmi, mind a kulturális, mind a turisztikai kapcsolatok erősítéséhez. Ezzel együtt is, hogy arra gondolunk, hogy 2015-ben több mint 100 000 koreai vendég látogatott Magyarországra turistaként, tehát kifejezetten turistaként, és még ez azt is hozzá veszünk, hogy 2014-hez képest ez 8%-os növekedés jelentett, tehát az érdeklődés Magyarország iránt egyre nagyobb, egyre többen jönnek ide, és egyre többen jönnek ide, hogyha mindezt végig gondoljuk, akkor még inkább fájó hiány a közvetlen légijárat, amit mindenképpen az előttünk álló időszakban meg kell teremteni, mert enélkül ezek a meglevő visszatérő szoros szálak nem tudnak még erősebbé válni. Engedjék meg, hogy néhány személyes dolgot is mondjak, hogy miért is én vagyok a koreai magyar baráti tagozatban, az országgyűlésben, és miért tartom olyan fontosnak, hogy akár egy konferencia keretében csápoljuk a koreai magyar baráti kapcsolatokat. Az embernek az életében véletlenül alakulnak a dolgok, hiszen csak viszonylag később kezdtem el foglalkozni koreai kultúrával. Az első lökést adta az egyik barátom, aki az egyetemen doktoriskolával együtt jártunk, az koreai fiatalember, most már nem is fiatalember, egy koreai fiatalember volt, aki kiválóan megtanult magyarul, és ma szülőben magyar nyelven, magyar kultúrával, akik az egyetemen a tehetséges magyar kultúra és az európai kultúra iránt érdeklődő fiatalokat, és ő volt az, aki két könyvet is lefordított magyarra. Ezeknek a magyar szerkesztője én lehettem, teljesen véletlenül ismerkedtem meg így a kiváló koreai író Hwang Sung-won munkásságával. Lehet, hogy nem jól mondom, nem jól ejtem a nevét, de bocsássanak meg koreai vendégeink ezért. És hát, mint a filmművészet nagy rajongója, én is szerelmesen lettem az 1960-ban született fantasztikus életművel, az európai filmművészetet is inspiráló életművel rendelkező Kim Ki-duk filmjeinek. Hogy csak 3 filmet említsek, ami azt gondolom, hogy Magyarországon is nagy siker volt. Én kb. 3-szor néztem, ha jól emlékszem, a Tavasz, nyár, ősz, tél és Tavasz című zseniális filmet. Legalább 2-szer néztem meg az Így című filmet, és tudom, hogy a magyar közönségnél is ez nagyon-nagyon nagy sikert váltott ki, és ami nekem még személyesen fontos volt, az a Lopakodó lelke című film. Mindezeket láthattuk egyébként a koreai filmhetek keretében is. És még egy dologra szeretném felhívni a figyelmét a közönségnek, mert rám még egy dolog volt nagy hatással, hogy személyes dolgokat is soroljak, persze a szöuli és a koreai utam is az ottani látnivalók Korea számos nagyvárosának a megtekintése, kolostorok megtekintése, és akik ezek mind hatással voltak rám, de a hozzánk eljutó kulturális értékekből még egyet kiemelhetek, az a Harcosok Szövetsége című film, ez 2004-ben készült, Jeju Kong volt a rendezője, ez egy óriási nagy filmet hoz, egy 140 perces alkotás, amely film azt hiszem a két Korea, Észak és Dél-Korea viszonyának megértéséhez nagyon nagy mértékben hozzájárul. Ugye egy család tragédiáján keresztül mutatja a koreai háborút, ahol egy testvérpár, egy küzdelme is megjelenik, viszont az egyik testvér az északi, a másik testvér pedig a déli hadseregben harcol a koreai háború idején. Ez az egyik legnagyszerűbb, ha lehet ilyet mondani, egy háborús film, az egyik legnagyszerűbb és legmegrázóbb háborús film, ami az elmúlt évtizedekben készült. Az egész világ filmtermését is figyelembe véve, én ezt a filmet is nagyon szeretettel ajánlom figyelmünkbe, sőt, hogy rám rendkívül mély hatást gyakorolt, nem véletlen az, hogy azon túl, hogy aztán később rosszidősi képviselőként annak a térségen lehettem képviselője, ahol a hangkottáját működik, mindezeket túl ezeknek a művészeti alkotásoknak rám gyakorolt hatása is egyértelművé tette, hogy a
7 éve élhetek az elnöket. Még egyszer nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm őket, köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, köszönöm azt a baráti szövetséget, amelyet koreai autó, illetve nagykövetőtől is kaptunk, amelyik tanácskozásra kapjon a sírtöltést kívánok.